Sziasztok, Álki Csilla vagyok. Az emelszintkutatás 11. kísérletet fogom bemutatni. A feladatunk a következő. A három sorszámozó kémcsővel fehér szilárd anyagokat találunk. Feladatunk, hogy az ismeretlen anyagokat azonosítsuk. A következő anyagok lehetnek a kémcsővel. Alumínium szulfát, nátriumkarbonát és nátriumklorid. Nézzük meg, hogy mi alapján fogjuk azonosítani őket. Rendelkezésünkre desztilláltvíz és indikátorpapírál. Savaknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek foton leadására képesek, és bázisoknak, amelyek foton felvételére képesek. A savak vízzel való reakciójában savmaradékionok és oxoniumionok keletkeznek. Különböző erősségű savak léteznek, annak megfelelően, hogy hány százalékokat fotont a víznek. És természetesen a bázisok erőssége is különböző. A közömbösítési reakcióban keletkező ionvegyületek többsége vízben oldódik, és attól függően, hogy a kationja milyen erősségű bázisból származik, illetve az anionja milyen erősségű savból származik, az ionok a vízzel reagálhatnak, és hidrolízisben vehetnek részt. Ezeknek a reakcióknak az eredményeképpen az oldat kémhatása savas, lúgos, illetve semleges is lehet. Ha megfigyeljük ezeket az anyagokat, akkor az alumínium szulfátban alumíniumionok vannak és szulfátionok. Az alumíniumnak a vízzel való reakciója miatt az oldat kémhatása a hidrolízis folyamán savas lesz. A nátriumklorid oldatban nátriumionok vannak és kloridionok vannak. A nátriumionok a nátriumhidroxidból, mint erős bázisból származtathatóak, a kloridionok pedig a hidrogénkloridból, mint erős savból. Egyik ion sem fog hidrolizálni, ezért ennek az oldatnak a kémhatása semleges lesz. A nátriumkarbonát oldatában nátriumionok vannak és karbonátionok vannak. A karbonátionok a szénsavból származtathatóak, amely gyenge savnak számít, ezért a karbonátion hidrolizál, azaz a vízzel reakcióba lép. A hidrolízis folyamán hidrogénkarbonátion és hidroxidion keletkezik, amely okozza az oldatnak a lúgos kémhatását. Ezek a három anyagot, ha feloldjuk vízben, különböző kémhatást fog mutatni. Az alumínium szulfát oldatának savas kémhatásnak kell lennie, a nátriumkarbonát oldatának lúgosnak, és a nátriumklorid oldata pedig semleges. Úgyhogy első lépésben oldjuk fel az anyagokat desztillált vízben, majd vizsgáljuk meg a kémhatásokat pH papírral, és ezek alapján azonosítjuk az ismeretleneket. Rázzuk össze a kémcsövek tartalmát. És helyezzünk indikátorpapírt mindhárom kémcsőbe, és majd hasonlítsuk össze a színskálával az indikátorpapírok színét. Figyeljük meg az indikátorpapír színét, és hasonlítsuk össze a pH skálával. Az első kémcsőben az indikátor papír színe sötét narancsárgára változott, amely körülbelül a 3-as 4-es pH tartománynak felel meg, azaz a kémhatás savas. Az első kémcsőben volt az alumínium szulfát. A második kémcsőben
A pH papír sárga marad, ez körülbelül a 6-os pH tartomány környékén van, azaz az oldatkém hatása közel semleges, a második kémcsőben a nátriumklorid volt. A harmadik kémcsőben a pH papír kékre változik, amely valahol a 11-es pH tartomány környékén van, azaz az oldat kém hatása lúgos. A harmadik kémcsőben volt a nátriumkarbonát. Az elsőben alumínium szulfát volt, a másodikban nátriumklorid, a harmadikban pedig nátriumkarbonát volt az ismert. Viszont lehet.